Kijev városa 2011-ben. Ukrajna majdnem 3 millió lelket számláló fővárosának egy modern és fejlődő fővárosának a képe. Pontosan 25 évvel ezelőtt ennek a helynek a léte is veszélybe került, miután Ukrajna az emberiség eddigi legnagyobb atomkatasztrófájának a helyszínévé vált. 1986. április 26-án az ukrán fővárostól mindössze 120 kilométerre lévő csernobili atomerőműben végzetes baleset történt. Ennek az eseménynek a következményei még évezredekig kísérteni fogják az országot és a szomszédos államokat. A jövő semmi rosszat nem ígért ennek a vidéknek, amikor 1966. szeptember 29-én döntés született egy új atomerőmű megépítéséről az ukrán Csernobil város környékén. Mindez lehetőséget jelentett, munkahelyeket, pénzt és fejlesztéseket. A tervezendő legnagyobb szovjet reaktor helyszínéül egy gyönyörű természetvédelmi területet, a Poleszje régiót választották. Ez a fenyőerdőkkel borított természeti kincsekben gazdag terület mintegy 10-11 kilométerre feküdt Belarus határától és 120 kilométerre Ukrajna fővárosától, Kijevtől. A régióban sok kisebb falu volt, a legnagyobb pedig egy a 12. században alapított 12,5 ezres város, Csernobil. Erről kapta a nevét az új atomerőmű is, Csernobili atomerőmű. Bár volt még egy neve is, amely 1986 után feledésbe merült. Vlagyimir Iljics Lenin atomerőmű. 1970 áprilisában érkezett az építkezésekre az erőmű újonnan kinevezett fiatal, ekkor mindössze 34 éves igazgatója, Viktor Brjuhanov. Ünnepélyes keretek között verték le a földbe az objektum első cölöpeit, és megindult a Szovjetunió legnagyobb atomerőműjének tervezett létesítmény építése. Az üzbék fővárosból, Taskentból származó Brjuhanov még hosszú évekig állt a csernobili atomerőmű élén. 1986-ban a baleset után váltották le, majd 10 év börtönt kapott, büntetésének felét töltötte le. Ha tehették volna, akkor főbelőnek, mondta később Brjuhanov. Filmünk számára a volt igazgató nem vállalt interjút. A baleset idején kapott magas sugárdózis 2011-re túlságosan aláásta az egészségi állapotát ahhoz, hogy kamerák elé állhasson. Az erőművel párhuzamosan egy új város, Pripyat építkezésébe is belekezdtek, amely a nukleáris létesítményben dolgozók új lakhelye kellett, hogy legyen. A reaktoroktól mintegy 5 kilométerre épített teljesen új települést a jövő városának szánták. A szovjet ideálok által tökéletesen megtervezett mintatelepülésnek. Felépítették az első emeletes házakat, kialakították a városi adminisztráció épületeit, a város szívében a középületek helyezkedtek el, üzletek, a kultúra palotája, szálloda, iskolák, óvodák és sportkomplexumok. 1977-re készült el az első reaktor, amelyet további három követett. 1979. januárjában a második, 81. januárjában a harmadik, és végül 1983. januárjában a negyedik reaktor. Az első reaktornál csúsztak a határidőkkel, de a többi három blokk időre elkészült. Az építők és az ott dolgozók szerint éppen a négyes sikerült a legjobban. Csernobil a Szovjetunió egyik legnagyobb atomerőműve volt már ekkor. Teljesítményben csak a leningrádi atomerőmű vetekedett vele, de a vezetés ennél sokkal többet akart. A világ egyik legnagyobb erőművét akarták megépíteni itt. Első lépcsőben 6 reaktornak kellett volna elkészülnie 1987-ig, amelyek összesen 6000 megawatt teljesítményt szolgáltattak volna. Ennek megfelelően az 5-ös és a 6-os blokk építését 1981-ben kezdték el. Az 5-ös reaktor 1986-ra 85%-ban készen állt. Év végére tervezték az ünnepélyes üzembe helyezést. A hosszú távú tervekben valószínűleg további 6 reaktor megépítése is szerepelt. A Pripyat folyó másik oldalán. A szovjet atomipar ezen álmait azonban megakadályozta az 1986. április 26-án bekövetkezett atomkatasztrófa. A csernobili atomerőművet RBMK 1000 reaktortípussal szerelték fel. Ez a típus a későbbiek során igen veszélyesnek bizonyult, mindazonáltal nagyon magas teljesítmény előállítására volt képes. Az RBMK 1000 típusú reaktorok egyenként 1000 megawattos teljesítményt tudtak produkálni. Három országban építettek ilyen típusú atomerőműveket. Litvániában, Oroszországban és Ukrajnában. Jelenleg a világon még 11 RBMK típusú atomreaktor működik, mindegyik Oroszországban. 1986. április 26-a a végzetes nap, amely mélyen bevésődött a világtörténelembe. Minden egy rutinszerű karbantartási munkának indult, ami során egy vészhelyzet stimulációs kísérlet elvégzése volt a cél.
mindmáig vitatárgyát képezi, hogy ki okolható a balesettel. A csernobili atomreaktor rossz biztonsági konstrukciója, a kísérletet és a karbantartási munkálatokat végző dolgozók elégtelen képzettsége, az atomerőmű vezetésének a hibás döntései, vagy a reaktort megtervező szovjet atomtudósok, akik nem számoltak a lehetséges veszélyekkel. Szombat éjszaka a csernobili atomerőmű negyedik reaktorát 1 óra 24 perckor két egymás után bekövetkező nagy erejű robbanás rázta meg. A robbanás következtében a légkörbe jutó radioaktív anyagok országokat szennyeztek be, és évszázadokra, ha nem évezredekre, emberi életre alkalmatlanná tették az atomerőmű körüli területeket. Я приехал, устроился на Чернобыльскую атомную. Устроился художником-оформителем. У нас была там мастерская огромная. Мы оформляли город и станцию. Я буквально утром, выйдя из дома, встретил соседа, который возвратился с работы. Их возвратили с работы, они там не нужны были. И сказал мне о том, что взорвался четвертый энергоблок. Безусловно, я удивился, спросил, как у него с головой нормально ли, потому что энергоблок это все-таки не чайник, который может там выкипеть и взорваться, сгореть. Вот. Оказалось, что да, я встретил людей, которые подтвердили все это. A szovjet vezetés reakciója máig vitatott. Teljes hírzálatot rendeltek el a balesettel kapcsolatban. Későbbi állításuk szerint a pánikot elkerülendő. Bár feltételezhető, hogy az első órákban maguk sem voltak tisztában a helyzet súlyosságával. A csernobili atomerőműhöz kapcsolódó összes kommunikációs csatornát elvágták, így az első napokban egyetlen hír sem juthatott ki a balesetről. Интересное такое наблюдение, что сразу же 26 апреля утром была всякая связь с внешним миром отключена из Припяти. Не работал межгород телефон, не принимали телеграммы, и все это длилось до, если память не изменяет, до 29 апреля, когда было сообщение ТАСС. Мы уже были в эвакуации, там тоже не работал междугородняя связь, не работала, не принимали телеграммы, только письмо можно было отправить. Egy atombalesetet azonban nem lehet hosszú ideig eltitkolni. A légkör felső rétegeiben a radioaktív gázok a Baltikumba irányultak, az alsó légrétegek pedig április 27-én befették Belarus déli megyéit. Végül a sugárzás a széljárásnak megfelelően szétterjedt a világ többi részében is. Így a baleset még Amerikában és Ázsiában is éreztette a hatását. A csernobili atomerőműtől 3 kilométerre lévő Pripyatyban április 26-án kora délután a normális sugárzási szint 16 ezer szeresét mérték. Estére ez a sugárzási szint már a normális érték 600 ezer szeresére nőtt. Ekkor a sugárzás mellett a város lakói 4 nap alatt halálos dózist kaptak volna. A szovjet lakosság paradox módon először külföldről értesült arról, hogy az országban egy rendkívüli méretű baleset történt. Belföldön mélyen hallgatott a média. A televíziók a szokásos nevelő és szórakoztató műsorokat adták. There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged. And there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. The Soviets may have been fairly quick to acknowledge the accident because evidence in the form of mild nuclear radiation had already reached beyond the Soviet borders to Scandinavia. В 86 году жил в Киеве, работал в Укрич-флоте, и авария случилась в то время, когда сын у меня был маленький, год всего лишь. А находясь в Киеве, вот мы же информации было практически мало. До поры до времени это все скрывалось, и фактически первые сведения мы почерпнули от иностранных информационных агентств. Не знали, что случилось в Припяти. И когда, но знали, где она находится, когда смотрели в сторону, эту северную от Киева сторону, то зарево, несколько дней видно было просто громадное зарево. Не огонь полыхал, а просто на высоте, как вот радуга, как северное сияние, вот такое зарево было. Потом уже стало известно, что это так накалялась атмосфера вот над четвертым взорванным блоком. Информации по городу не было никакой. Я пытался дозвониться на свои каналы на станцию, были телефоны либо заняты, либо не отвечали. A csernobili atomerőmű közvetlen közelében fekvő közel 50 ezres Pripyaty városát teljes titokban 3,5 óra alatt evakuálták április 27-én.
azonban nem tették meg ugyanezt a többi közeli település esetében. Május 1-én több százezer ember vonult végig az utcán a felrobbant atomreaktortól 120 kilométerre lévő ukrán fővárosban, Kijevben, és a 400 kilométerre lévő belarusz fővárosban, Minszkben. A szép tavaszi időben az emberek kimentek a szabadba, piknikeztek, vagy a hétvégi házaikban töltötték az időt. Mindannyian kisebb vagy nagyobb sugárdózist kaptak, de a szovjet pártvezetés továbbra is hallgatott a katasztrófa valódi méreteiről és következményeiről. Az első hivatalos közlemény 1986. április 28-án, tehát két nappal a katasztrófa után jelent meg a televízióban, a Vremja hírműsorban. Ám az igen szűkszavú közleményben csak a baleset megtörténtéről szóltak. A veszély valódi mértékéről továbbra is hallgattak. Ekkor csupán két halottról adtak hírt. A moszkvai Pravda újság először május 1-én írt a balesetről, lakonikus tömörséggel, a második oldal legalján. Folytatódnak a baleset likvidálásának a munkálatai. A hír aznap jelent meg az újságban, amikor emberek tömegei vonultak ki az utcákra ünnepelni a május 1-ét. Az ünnep a köztársaságban sétált, írják majd a szovjet újságok május 2-án. Ugyanezen a napon a legfőbb belarusz újság, a Szovjet Belarusz, a harmadik oldal legalján helyezett el egy kicsi bekezdést a balesetről. Április 30-án a csernobili atomerőművön folytatták a komplex technikai munkálatokat. Az atomerőmű és a mellette lévő település radioaktivitása másfél-kétszeresével csökkent, 18 ember sérült meg. Sokan csak valamilyen saját belső csatornán keresztül tudták meg május elejére, hogy mi is történt valójában Csernobilban. Számos városban elnéptelenedtek az utcák, a patikákban pedig teljesen eltűntek a jód tabletták. Május 14-én, vagyis majdnem három héttel a baleset után a szovjet pártvezető Mihály Gorbacsov is elszánta magát, hogy nyilvános bejelentést tegyen a balesetről a televízióban. Mindannyian tudjátok, nemrég nagyba ért minket, mondta Gorbacsov nagy szünetek közepette. A csernobili katasztrófa híre ezzel elérte az egész Szovjetuniót. A baleset utáni napokban a szovjet vezetés hatalmas erőket mozgósított a reaktorhoz országszerte. Csernobilba mentek a legjobb szovjet atomtudósok és specialisták, katonai egységek és a hirtelen behívott tartalékosok. A későbbi hónapok során a létszámuk kiegészült a segíteni vágyó és gyakran magas fizetés reményében érkező önkéntesekkel is. A szovjet takarékkasszáknál közben megnyitották az úgynevezett 904-es számú számlát, amelyre 520 millió rubel adomány érkezett. Nagy mennyiségű technika koncentrálódott a felrobbant reaktor köré. A járművek alját vastag ólomréteggel fették be. Ehhez hasonló ólomfelszereléssel látták el a reaktornál dolgozó embereket is, de nem mindenkit. Ólomruhát csak azok kaptak, akik rendkívül magas sugárzási körülmények között dolgoztak, mint például az atomreaktor tetejét tisztító munkások. Egyetlen óra ilyen körülmények között halálos kimenetelű lett volna. Слухи о радиации несколько преувеличены. Если... Дело в том, что основная масса из вот схвативших радиацию, это были люди, которых сюда, так называемые партизаны, которых сюда через военкоматы загоняли для ликвидации последствий катастрофы. Во-первых, им ничего не объясняли о условиях, куда их гнали, а гнали их в самую грязь. Как, скажем, трех человек загнали на вентиляционную трубу только за тем, чтобы там повесить знамя. Как победа над тем, что, значит, перелом произошел в этом самом, и этих людей уже нет в живых. A mentésekben résztvevő embereket likvidátoroknak nevezték el. Emberek, akik életük kockáztatásával a radioaktivitást likvidálták. Az első két évben közel 510 ezer ember dolgozott Csernobilban. A rendkívül magas dózisok miatt 2-3 hetes turnusokban dolgoztak, majd a régiek helyére új emberek érkeztek. Többségüknek nem volt megfelelő védőruházata. Ráadásul nem is tájékoztatták őket megfelelően arról, hogy hová mennek és milyen biztonsági körülmények között kell dolgozniuk. A radioaktivitás láthatatlan volt.
legfeljebb a nyelvük hegyén érzett fémes ízről tűnhetett fel a jelenléte. De a veszély nem tudatosult bennük. Я двоих подвозил на машине из Зеленого мыса до села, они ехали туда там какие-то дела ночью. И у меня был с собой дозиметр. Я его включил, там невозможно, он не просто там щелкал или пищал, он визжал. Я говорю, ребят, вы что, неужели нельзя переодеться? А мы, говорит, послезавтра уже это самое. Нас на полгода забрали, а мы за месяц сделали все это самое, и нас уже отпускают. То есть они за месяц их вырабатывали, выбрасывали, и все. И дальше родине абсолютно неинтересно и было, и есть, что с ними случилось. Я-то сейчас могу говорить, потому что я не связан никакими обязательствами. Смерть-то у них рядом ходила, и даже в те времена она уже была... Ну, когда не прискорбно звучит, ну, как бы обыденной, что ли, я бы так сказал. То есть она происходила совершенно неожиданно. Утром торопятся на работу, будет человека, товарища, ну, чтобы он не проспал, а он холодный уже, во сне умер. Или после смены пришли домой, пошел в ванну умыться. Говорит, не возвращается, что-то долго нету. Пошли в ванную, а он головой в стенку уперся, и все, сердце остановилось. То есть страшные эти моменты. Вот такая смерть неожиданная. Вот это страшно. Во много раз страшнее, чем ходить на блок. A munka az első napokban a reaktor körüli sugárzás csökkentésére irányult, illetve a tűz megfékezésére. A felrobbant negyedik blokk körül földre hullott radioaktív törmeléket speciális konténerekbe tették és eltemették. A dezaktiváció után pedig másfél méteres mélységben kiásták a földet a reaktor körül, és három rétegben kőtörmeléket, homokot és betont fektettek, hogy kivédjék a sugárzást. A reaktorra közben helikopterekkel speciális borból, ólomból és dolomitból álló semlegesítő keveréket szórtak, hogy megfékezzék a sugárzás terjedését. A csernobili atomreaktor körüli területeken közben folyt a harc a radioaktív por ellen. Erre a célra két speciális keveréket fejlesztettek ki. Az egyiket Bárdának nevezték, a másik keverék a Latex nevet viselte. A Bárda egy vizes állagú vegyszer volt, amelyet a Mi-26-os helikopterek benzintankjába töltötték és szórták szét a levegőben. Az anyag megnövelte a radioaktív részecskék méretét, így azok visszaszálltak a talajra. A portalanításnak ez a fajtája két hétre volt elegendő, majd az egész műveletet meg kellett ismételni. A másik vegyszer, a latex, valamivel hosszabb ideig volt hatásos. Hordókba töltötték, majd leborították a Mi-8-as helikopterekről. Ezek az anyagok jelentették a likvidátorok kezében az egyetlen fegyvert a levegőben szálló radioaktív por ellen. Ezekkel kezelték az utakat, és az immár gazdátlanul álló házakat is. 1986. júniusától kezdtek építeni a sérült 4-es blokk köré egy különleges építményt. A reaktorra egy fémből és vasbetonból álló monumentális szerkezetet helyeztek. Az építményt hivatalosan fedezéknek nevezték el, de a világ szarkofág néven ismerte meg. A katasztrófa felszámolása érdekében tett hősies erőfeszítések nem múltak el nyomtalanul a Csernobilban dolgozók számára. Már közvetlenül a munkálatok után sokan közülük elvesztették a hangjukat, átmenetileg vagy örökre, és fejfájásra, illetve egyéb fájdalmakra panaszkodtak. Bár a hivatalos ukrán statisztikák csak néhány fő haláláról beszélnek, 28 fő az első három hónapban, majd 23 fő a következő években, valójában bizonyíthatóan sokkal többen haltak meg. Csernobilt több mint 510 ezer likvidátor járta meg, a kutatások szerint 10%-uk, vagyis több mint 50 ezer ember már nem él. Csernobil olyanná vált számukra, mint egy ketyegő óra, végzetes kimenetelő folyamatokat indított el bennük, és sohasem lehetett tudni, hogy ez az óra melyik pillanatban áll meg. A likvidátorok körében a sugárzás emésztési, szív- és érrendszeri, idegrendszeri, izom- és csontrendszeri megbetegedéseket okozott. A pajzsmirigyrák előfordulási lehetősége a normál érték 5,6-szeresére nőtt. Я как с первых дней участник ликвидации последствий аварии, с первых дней буквально. Еще Политбюро ЦК Компартии Украины меня посылало туда для ликвидации. Чернобыльцев сегодня где-то около 700 тысяч человек. Это разные категории. Первая категория. Вот я, например, первой категории.
Есть вторая категория, есть третья категория. Но первые — это те, кто были с первых дней. Я 4 операции провел. Я прошел 4 операции. Вот. Но еще жив-здоров. Пока. Mégis a Csernobilban dolgozók között egyfajta láthatatlan kötelék alakult ki az 1986-os évben, amely kitartott az elkövetkezendő években is, miután újra beindították az atomerőmű reaktorait. A szakképzett dolgozók többsége feltehetően tisztában volt a veszéllyel, és a kialakult betegségeik forrását is megértették. Ennek ellenére mentek dolgozni, nap mint nap. Ez a jelenség Csernobil egyik nagy rejtélye. Azután is, hogy megkapták a maximálisan megengedett dózist, és a szabályok szerint nem mehettek többet vissza, mégis visszavágytak. Hiányzott nekik az atomerőmű, amely iránt elhivatottságot és felelősséget éreztek. Я думаю, вы нигде не найдете обелиски, на которых люди изображают портрет ушедшего на фоне объекта укрытия. То есть объект укрытия для многих стал не символом страшилки, шоссе и катастрофы, а объектом, которому люди посвятили жизнь, и которые могут гордиться тем, что они тут работали и отдали часть своей жизни этому объекту. A csernobili likvidátorok helyzete azonban mind a mai napig nincs megfelelően rendezve Ukrajnában. Támogatásaikról még a régi szovjet rendszer rendelkezett, de a Szovjetunió szétesése után az ukrán államnak nem volt forrása, hogy megfelelő mértékben fedezhesse egy ekkora mértékű katasztrófa következményeit. A Csernobilban dolgozók betegségeinek eredetét az egészségügyi rendszer más okokra vezeti vissza, és szándékosan kerülik azt, hogy összekössék azokat a katasztrófával. A likvidátoroknak egy hosszú folyamat során maguknak kell bizonyítaniuk, hogy miért is lettek betegek. A halálos kimenetel esetén pedig a legtöbb esetben a kollapra egyetlen okot írnak rá. Онкология. Нашей родине нужны те люди, которые идут на подвиг, а не те, которые вернулись оттуда. Те там что-то начинают требовать, которые вернулись. Так пошел на подвиг, и все, там ему памятник какой-то поставили. И родина очень довольна такими. Вот. А вот те, которые вернулись, они и не нужны. A csernobili atomerőmű körül a baleset után két részből álló lezárt területet hoztak létre, amely a zóna nevet kapta. A zóna egyik fele az atomerőmű 10 kilométeres sugarú körzetét teszi ki, mely erősen szennyezett. A másik része a zónának az atomerőmű 30 kilométeres körzetének határait jelenti. A zónák kialakítása azonban nem arányosan történt, ugyanis a határok nyugat felé vannak elnyújtva. Ennek az az oka, hogy a széljárás következtében a baleset idején a radioaktív felhő nagy része nyugatra, majd északnyugatra és északra húzódott, és 60%-ban Belarus területekre csapódott le. Így a keleten és délen lévő területeket kevésbé érte sugárzás. A határok is fokozatosan alakultak ki. Előbb a közeli települések lakóit költöztették ki, majd ezt a kitelepítési zónát fokozatosan kiterjesztették. Napjainkban ezek a területek emberi lakhatásra alkalmatlanok, és valószínűleg még évezredekig azok is maradnak. Есть определенный уровень понимания опасности. Вот в соответствии с этим уровнем опасности там более-менее нормально. Я там тоже часто бываю. Зона отчуждения, с одной стороны, это эпицентр опасности радиационной, потому что здесь произошла авария. И здесь наибольшее загрязнение. С другой стороны, зона отчуждения – это барьер на пути движения радионуклидов за пределы зоны. И как барьер она и должна оставаться. Другое дело, что могут быть отдельные части зоны выведены, но это не вся зона, ни в коем случае, потому что центральная часть зоны достаточно сильно загрязнена плутонием, а это, как вы знаете, период полураспада – десятки тысяч лет.
То есть только если будут найдены технологии, как со временем извлечь, но это крайне дорогое удовольствие, это далеко не наше поколение этим будет заниматься. Вот, тогда можно говорить вообще о экологической реабилитации всей зоны. Сейчас это невозможно. Но, значит, означает пока на исторический период, который мы можем наблюдать, будущие 50 лет, например, или 100, что значительная часть зоны должна оставаться именно зоной, заповедником. A Kijevtől mintegy 120 kilométerre található Csernobili zónában kiterjedt fenyőerdőkön és kis lélekszámú ukrán falvakon keresztül vezet az út. Azonban a falvak is fokozatosan elfogynak, és az erdővel sűrűn körülvett út végén megjelenik a zóna sorompója. A 30 kilométeres zónát szöges dróttal vették körül, és ma pontosan olyan, mint egy határátkelő hely. Ellenőrző pontok vannak végig az útvonalak mentén, amelyeket fegyveres katonák őriznek. Belépésre csak az jogosult, aki érvényes engedéllyel rendelkezik. Az ellenőrzés ráadásul kétszeres, mert át kell esni egy újabb kontrollon a belső 10 kilométeres zóna határhoz érve. Az átkelőhöz érve az autókat és a buszokat átvizsgálják, kifelé pedig mind a járműveket, mind az embereket sugárzás vizsgálatnak vetik alá, hogy kivédjék a radioaktív anyagok kivitelét a zóna területéről. Ilyen radioaktív zónák nem csak Ukrajnában, hanem Belorussziában és Oroszországban is működnek, és az összterületük meghaladja az 5000 négyzetkilométert. У нас зона, которая, в общем-то, надолго, на несколько тысяч лет выведена, это территория государственного радиационно-экологического заповедника. Есть зоны, с которых эвакуировано население, это зона эвакуации, туда люди не возвращаются. Да, там же нельзя жить. А есть территории, в которых часть населения имела право уехать, часть осталась, то есть, это вот зона 5-10 кюри, то есть небольшие, то население где-то имеет право вернуться. И очень много в Республику Беларусь сейчас приезжают из других стран, то есть есть условия для работы, есть жилье. Az ukrán zónában ma több mint 300 ember lakik, önkéntes visszatelepülők. Akik bár a törvény szerint nem költözhettek volna vissza egykori házaikba, mégis visszajöttek és kiharcolták maguknak a jogot, hogy maradhassanak a veszély ellenére is. Szinte kizárólag nyugdíjas korúakról van szó, mindannyian 60-70 év fölöttiek. Őket hívja a köznyelv szamoszelinek, vagyis önként visszaköltözötteknek. Bár a hatóságok hivatalosan nem engedélyezték a visszaköltözésüket, mégis működik az áram és a vízellátás, illetve a zónában van mobiltelefonvétel, amivel a kint lévő gyerekeikkel és unokáikkal kommunikálnak. Heti kétszer pedig autós élelmiszerbolt látogat el hozzájuk. Люди по сей день живы, по сей день питаются этим продуктом питания. Но мое мнение, это, в общем-то, как репродуктивный период этих людей уже, можно сказать, закончен. Это пенсионеры, люди преклонного возраста. И то, что, как показывает практика, что по болезням нет особого превышения, если сравнивать, например, со статистикой где-то в других регионах Украины. A sugárzás nem látszik, nem kézzel fogható, így számukra nem is létezik. Ők inkább élik tovább az életüket, amelyet 25 évvel ezelőtt megszakított a katasztrófa. Kezdetben több mint 1200-an voltak, mára a számuk 200-300-ra csökkent. Új, állandó lakói a Csernobil körüli területeknek csak évszázadok, vagy akár évezredek múltán lehetnek csak. Представьте себе, мы, значит, заселили людей, есть чистые относительно участки зоны. Они должны жить рядом с проволокой, видеть эту трубу или вообще объекты, которые являются радиоактивно опасными. Хотя даже они могут быть безопасными, но это неприятно психологически. То есть ее можно использовать частично, скажем, какие-то небольшие участки, только для получения какой-то продукции. Например, лесоразведения, потом лесозаготовки или еще что-то. То есть совсем нет для заселения. А Чернобыль зона? Van ugyanakkor számottevő ideiglenes lakója is, az atomerőmű dolgozói és a zóna fenntartásáért felelős személyzet, akik több mint 7000-en vannak. Közel 4000 ember a 2000-ben véglegesen bezárt csernobili atomerőműben dolgozik. Legtöbbjük az erőműtől 50 kilométerre található Slavutichból jár be dolgozni nap mint nap. Másik részük több mint 3000 ember pedig ideiglenes jelleggel a zónában lévő Csernobil városában lakik,
és munkájuk során 2-3 hetes turnusokban váltják egymást. Все проходят медицинский осмотр, все поставлены на дозиметрический контроль, то есть всех есть накопители радиометры, ну, которые, в общем-то, проходят потом обследование лаборатории, можно уже сделать вывод, какую дозу радиации человек получил в период работы, ну, в период вахты. A zónát továbbra is fent kell tartani. Az állandó felügyelet és kutatás szükségszerű. Ezeknek a feladatoknak a kivitelezésével számos vállalat és kutatóközpont foglalkozik. Folyamatosan felügyelni és tisztítani kell a környezetet, a környező folyókat, víztározókat, illetve állandóan ellenőrizni kell a sugárzási szintet. A zóna ukrán oldalának legforgalmasabb ellenőrző pontja a Dityatki kontrollpont. Innen tovább haladva a zóna belseje felé sűrű fenyőerdőket láthatunk, majd az elsőre kihaltnak tűnő Csernobil városába jutunk, ahol a zóna közigazgatási központja van. A gazdag múltú 1193 előtt alapított Csernobil városa az atomerőműtől mintegy 18 kilométerre helyezkedik el, és a katasztrófa pillanatában 12.500 ember lakta, akiket a baleset után evakuáltak. A Csernobil vállalatok működtetéséhez meg kellett teremteni a megfelelő körülményeket. Csernobil városában ma is működik könyvtár, közösségi klub és sportközpont. A zóna belsejébe felújított, jó minőségű utak vezetnek. Mindez elsőre csalóka látszatot kelthet, mégis vannak itt emberek. Azonban mindez csak mű, a szükség által diktált feltételekkel. Soha többé nem fognak ezen a vidéken a városok, falvak utcáin gyerekek játszani. Soha nem lesz itt hétköznapi, emberi nyüzsgés. A veszélyeztetett vidéket összesen több mint 100 000 ember hagyta el örökre, és 94 település néptelenedett el végérvényesen. A lakók nélkül maradt településeket egyszerűen levették Ukrajna térképeiről. Így az egykori falvakról és városokról csak az elhagyott romos házak és a helyenként megmaradt várostáblák árulkodnak. A zóna legnagyobb települései voltak tehát Csernobil városa, az erőmű dolgozóinak otthont adó Pripyaty, Poleszkoje városa, Varovicsi, Szeverovka és Janov. Nem messze a reaktortól helyezkedett el a titkos szovjet katonai objektum, a rakétákat figyelő Csernobil 2. A csernobili atomerőművel párhuzamosan épített Pripyaty 1986-ra komplett kiépített várossá terebélyesedett, ahol több mint 50 000 laktak a baleset pillanatában. A reaktorhoz való közelsége azonban megpecsételte ennek a fiatal városnak a sorsát. A csernobili zóna egy hatalmas, gyakorlatilag üresen álló atomrezervátum. Még magán viseli az emberek nyomait, ami üresen álló szellemvárosokban és romos, növényzettel sűrűnben őt házakban nyilvánul meg. A természet fokozatosan visszanyeri magának az emberek által elvett területeket. A kutatók beszámolói szerint a zóna gazdag állatvilággal rendelkezik. Rájuk is ugyanúgy ártalmas a radioaktivitás, mint az emberekre, azonban számukra a legveszélyesebb tényező maga az ember. Emberek hiány az állatvilág még a sugárszennyezett területeken is nagyon gyorsan fejlődik és bővül. Nagy teljesítményű doziméterrel mértük meg a zónában a sugárzási szintet, hogy pontos képet kaphassunk arról, hogy mivel is állunk szemben, negyed évszázaddal a katasztrófa után. A sugárzást nálunk szívertben szokás mérni, ami az emberi szövetek által elnyelt sugárzás mennyiségét mutatja meg. Egy szívert azonos 1000 milliszíverttel. A milliszívertnek az ezrede a mikroszívert, ennek az ezrede pedig a nanoszívert. A zóna felé közeledve a doziméter által mutatott háttérsugárzás átlagosan 800 mikroszívert per óra értéket mutatott, ami alacsony értéknek számít. Kijevben ennél többet mértünk, csaknem 0,1 mikroszívert per órát. Hasonló a háttérsugárzás Budapesten is. Ezek a sugárzási értékek azonban alapvetően nem magasak. Összehasonlításképp egy fogászati röntgen felvételnél 5 mikroszívert egy mellkas röntgen során 100 mikroszívert sugárdózist kapunk, egy CT felvétel pedig ennél nagyságrendekkel többel, 10 000 mikroszívert sugárzással bír. Csernobil városában, ahol több mint 3 000 ember dolgozik, a háttérsugárzás a nagyvárosokban is megszokott szinten mozgott, 0,1 mikroszívert körül. A doziméter meglepően alacsony értékeket mutatott Pripyaty bejárása során is. Általánosságban 0,2-0,3 mikroszívert per óra közötti értékeket mértünk. Természetesen voltak eltérések is. Az épületekben a háttérsugárzás lecsökkent 0,1 mikroszívert per órára, de a sűrűnben őt füves mohás részeknél felszökött 1,5 mikroszívert per órára.
A sugárszennyezett területeken a veszélyt a stroncium 90, a cézium 137, az americium 241 és a plutónium 239 izotópjai okozzák. Amíg az előbbi kettőnek 29, illetve 30 év a felezési ideje, addig az americiumnak 432 év, a plutóniumnak pedig 24 ezer év. Méréseink alapján a zónában jelenleg a fő közlekedési pontok mellett nem tapasztalható jelentős sugárveszély. Vannak azonban olyan forró pontok, ahol a normál érték több százszorosa mérhető. Ilyen forró pont például az a terület, ahol leállították a mentési munkálatok során használt járműveket. A gépek mindegyike erősen sugárszennyezett, és már 25 éve rozsdásodik a mezőn. Néhány kilométerrel a belső, 10 kilométeres zónahatár után egy átlagosnak tűnő erdő hirtelen megcsipogtatja a dozimétert. A vörös erdőben járunk, ahová a robbanás után a legtöbb radioaktív anyag hullott. Az erdő azért kapta a vörös erdő nevet, mert a baleset idején a radioaktivitás leolvasztotta a fák kérgét, és egy elpusztított szellemerdőt hagyott maga után. Az eredeti erdőt kiirtották, és új fákat ültettek a helyére. Mégis a zónában még mindig itt a legmagasabb a sugárzás. Tehát a zónában összességében nincs olyan magas háttérsugárzás, amilyenről néha hallani lehet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a terület alkalmas lenne emberi életre, hiszen a radioaktív anyagok mélyen beleívódtak a talajba, a környező folyókba, tavakba, és beleépültek a környezetbe, a növényekbe, még az állatok csontjai is erősen radioaktív anyagokat tartalmaznak. Почему ректор университета попал в тюрьму? Когда его схватили сначала подозрения в терроризме, в организации свержения власти, потом придумали коррупцию, какое-то взяточничество, и отсидел около 6 лет. Если уже говорить о радионуклидах, то надо понимать, что радионуклиды мигрируют в толщу. И если по поверхности лазить радиометром, то можно сказать, что чисто. На самом деле эти же радионуклиды люди будут получать с продуктами питания, с растениями и прочее, с корневой системой. Естественно, жить там нельзя при надлежащих условиях. Поэтому там огромная смертность и высочайшая заболеваемость. Bandazsevszkij professzor az egyik szimbolikus figurája a csernobili katasztrófa problémáinak. Agilis és energikus tudós, akit még Lukasenko belarusz elnök diktatúrája sem tudott megtörni. A radioaktivitás hatásait és a csernobili katasztrófa egészségügyi következményeit kutató professzor 1990 és 2001 között a Belarusban lévő Gomeli Orvostudományi Egyetem rektora volt. Majd korrupció vádjával 8 évi börtönre ítélték. Annak ellenére, hogy a bűnösségét nem sikerült bizonyítani. És az ügy egyetlen tanúja a tárgyalás során bevallotta, hogy a vallomását a neki beadott tudatmódosító szerek hatása alatt tette. Bandazsevszkij koncepciós pere összefüggött a kutatási eredményeivel és a nemzetközileg hangoztatott álláspontjával, ami radikálisan eltért a hivatalos állami nyilatkozatoktól. A tudóst végül 2005-ben engedték szabadon. Bandazsevszkij professzor nemzetközileg elismert szakember, számos egyetem díszdoktora. A tudós továbbra is a csernobili katasztrófa által okozott egészségügyi hatásokat kutatja, csak már az ukrán és nem a belarusz oldalon. Az utóbbi időben olyan hírek és tervek is napvilágot láttak, amelyek szerint a csökkenő radioaktivitási szint miatt lehetővé kell tenni az egyes csernobili zónákon az emberi lakhatást, Belarusban pedig újra művelés alá veszik a szennyezett területeket. Bandazsevszkij professzor a kutatásai alapján ezeket a terveket határozottan ellenzi. Мы были на пресс-туре в понедельник, нам показали, как все там. Ну, хорошо. Конечно, все прекрасно, да. В самой Чернобыльской станции, да. Можно вообще цветы садить, огурцы солить и прочее. Я считаю, что это безумие. Если уже там мы и пришли туда, в Иванковский район, с проектом, так только чтобы людей защищать и для того, чтобы создавать им условия. Но это должны быть очень жесткие условия. Не содержание радионуклидов в продуктах питания, организация медицинской помощи и прочее. Вы же слышали, что в Иванкове нет больницы. Что можно сказать этим господам? Это преступление. Что они делают? Геноцид делают. Загнали людей в зону. Люди оттуда выехать не могут. Жить не на что, потому что предприятий нет, негде работать. И повальная заболеваемость и смертность. Что дальше? Как это можно характеризовать? Разве это нормально? Это преступление, которое они делают.
A csernobili zóna legfontosabb objektuma maga az atomerőmű. Több mint 4000 ember dolgozik jelenleg is itt. A dolgozók száma a baleset utáni években jóval magasabb volt. Közel 11000 ember, akik karbantartási munkálatokat végeztek, vagy valamelyik reaktorban dolgoztak. A csernobili atomerőmű még a katasztrófa ellenére sem állt le. A felrobbant és működésképtelen 4-es blokk mellett leállították a 3-as blokkot is. De az 1-es és a 2-es reaktorok azonban még majdnem egy hónapig magas radioaktivitás mellett tovább működtek. Végül a sugárveszély miatt a szovjet vezetés úgy döntött, hogy május 22-én ideiglenesen leállítja az erőmű még működő blokkjait. Ezt követően az épületeket tisztítani kezdték, és ezzel egy időben megkezdték a biztonsági rendszerek modernizálását is. 1986. október 1-én, vagyis alig 6 hónappal a balesetet követően az első reaktort újra beindították, majd november 5-én a 2-es blokkban is folytatódott a termelés. A 3-as reaktor további sorsáról komoly viták folytak. A felrobbant reaktor közvetlen szomszédságában lévő 3-as blokk tetejére ugyanis erősen radioaktív anyagok hullottak, és a sugárzási szint megközelítette a sérült reaktor sugárzási szintjét. Közben felmerült az 5-ös és a 6-os számú reaktorok befejezése is, mert azok kevesebb szennyezést kaptak. Ukrán-szovjet tagköztársaság KGB-jének titkosított jelentése. Csernobili atomerőmű működtetésének perspektíváiról és az erőmű további bővítéséről. 1987. április 9-e. Számos specialista és tudós azon a véleményen van, hogy a csernobili atomerőmű további működtetése és bővítése nem célszerű. A kérdés kivizsgálása során arról szereztünk adatokat, hogy az 1-es és a 2-es reaktorblokkok működtetése, a 3. blokk helyreállítása, illetve az erőmű további bővítése komoly gazdasági, ökológiai és szociális következményekkel jár. Továbbá, a 3-as blokk helyreállítása így gyakorlatilag egyenlő egy új építésével, de komoly sugárzási veszély közepette. A közvélemény nem tűrte volna új reaktorok beüzemelését Csernobilban, a 3-as blokk viszont magas sugárszennyezettsége ellenére már előtte is működött. 1987. december 4-én a 3-as reaktort ismét beindították, így másfél évvel az atomkatasztrófa után a csernobili atomerőmű 4 reaktorából 3 újra üzemelt. A baleset utáni első években a reaktorok dolgozói veszélyes munkakörülményeknek voltak kitéve. A baleset előtti éves sugárdózis normát jelentősen megemelték. A működő blokkokban rendkívül rossz volt a munkamorál, aminek fizikai és pszichés okai is voltak. Egy év alatt 2-szer váltottak vezetőt, a főmérnök pedig 3-szorra cserélődött le az atomerőműben. Emellett krónikus szakemberhiány is nehezítette a munkát. A katasztrófa után a munkálatok során sokan megkapták a maximálisan megengedett sugárdózist, és nem dolgozhattak többet az erőműben. Sokan pedig az evakuáció után nem kívántak többet visszatérni Csernobilba. További 1987-ből származó KGB jelentések arról árulkodnak, hogy a csernobili munkaerővel kapcsolatosan jelentős problémák léptek fel. Egyedül az 1-es blokk személyzete volt megfelelően szakképzett és állandó jellegű. A dolgozók 12 órát dolgoztak naponta a 8 óra helyett. A személyzet kimerült és legyengült volt, a munkamorál folyamatosan romlott. 4 évvel a csernobili katasztrófa után egy újabb baleset következett be az atomerőműben, ezúttal a 2. számú reaktorban. 1991. október 11-én tűz ütött ki a 2. blokk géptermében, és megsérült a vezérlő berendezés. A baleset következtében újból radioaktív anyagok jutottak ki a környezetbe, de a hivatalos információk szerint ezek nem voltak jelentősek, és nem jutottak ki a 30 kilométeres zónán. A 2. reaktort ekkor véglegesen bezárták. Az újabb baleset miatt az ukrán parlament úgy döntött, hogy a csernobili atomerőművet legkésőbb 1993-ban bezárják. Az ukrán képviselők az atomenergiát túl veszélyesnek ítélték meg, és Ukrajna területén moratóriumot hirdettek a további erőmű építésekre. A döntések mindössze alig másfél évig voltak érvényben. 1993-ban a moratóriumot feloldották, a csernobili atomerőmű működtetését pedig határozatlan ideig folytatták. Nemzetközi nyomás hatására azonban 1995. december 25-én az ukrán kormány memorandumot írt alá a G7-es országokkal és az Európai Unió bizottságával. A megállapodás értelmében Ukrajna végleg leállítja a még működő csernobili reaktorokat, cserébe pedig pénzügyi támogatást kap a reaktorok leállítása miatt bekövetkező károk és a csernobili katasztrófa leküzdésére.
A memorandumnak megfelelően 1996. november 30-án végleg leállították az első blokkot. 1999. március 15-én véglegesítették a tűzeset óta nem működő kettes blokk bezárását. Végül 2000. december 15-én az utolsó működő reaktort, a háromas blokkot is leállították. Закрытие это была большая ошибка нашего правительства. Все нормальные люди так считают, потому что туда было столько вложено человеческого духа, человеческого героизма. Это не высокие слова, действительно, там многие оставили здоровье и жизнь. И после всего этого огромного, монументального, что было сделано, взять и перечеркнуть все это дело, и перечеркнуть наш Славутич, который жил практически за счет Чернобыльской атомной, за счет вырабатываемой ею электроэнергии. Это, конечно, непорядочно с моей стороны. Annak ellenére, hogy az atomerőmű már leállt, több mint 4000 ember még mindig dolgozik az erőmű területén. A reaktorokat és a hulladékot el kellene távolítani a teljes bezáráshoz, azonban nincs hová, nincs fűtőanyagtároló, így a jelenlegi biztonsági szintet fent kell tartani, a reaktorokat felügyelni kell. Az erőmű mérnökei szerint legalább 50 évbe telhet, mire lehetővé válik, hogy véglegesen is lakat kerüljön a csernobili atomerőműre. 2000 óta pedig a csernobili atomerőmű már nem termeli az energiát, hanem épp ellenkezőleg nagy mennyiségű energiát fogyaszt. Alexander jól ismeri a csernobili atomerőművet és a negyedik blokk fölé húzott szarkofágot, az élete részévé vált, és immár elválaszthatatlan a személyétől. Alexander Kupnyi 1960. augusztus 25-én született Kazaksztánban. A szülei 1963-ban költöztek át Kazaksztánból az Urálba, az ott épülő Belojárszki atomerőmű miatt. Ekkor került először kapcsolatba a 3 éves fiú az atomerőművekkel. 18 évesen Alexander már az erőmű 3-as reaktorának az építésén dolgozott, 20 évesen pedig munkát kapott magában a Belojárszki atomerőműben. Először a géprendszerek meghibásodásait ellenőrizte, majd doziméteres mérő lett. Édesapját ekkor nevezték ki az ukrán Zaporozsi atomerőmű igazgatójává. 1986 elejére Alexander is elhagyta az Urált, és a Zaporozsi erőműbe ment dolgozni. Később, 1988-ban úgy döntött, az ő helye Csernobilban van. Anyja és felesége kritikusan ellenezték, de az apja szakmailag egyetértett fia döntésével. На Чернобыльской АЭС я с мая 88 года работал по 2009 год. Начинал дозиметристом в вертинном персонале, ушел уже инструктором учебно-тренировочного центра по объекту укрытия. То есть мы обучали подрядных работников подрядной организации, которые работают на площадке объекта укрытия и в объекте укрытия, безопасным способом работы и правильным использованием средств индивидуальной защиты. То есть я ушел уже оттуда инструктором. За эти 21 год, почти 21 год, что я работал на Чернобыльской АЭС, примерно 10 лет я отработал непосредственно на объекте укрытия. Работая там сначала, была такая группа фото-видео и дозиметрической разведки. Вообще уникальная группа у нас, были широкие возможности и полномочия для того, чтобы сходить в объект укрытия для исследования проходов, помещений, разработки новых маршрутов безопасного движения. Особых разрешений нам не требовалось. То есть у нас и так было уже особое разрешение на посещение объекта укрытия. Именно в тот период, в общем-то, и состоялось мое плотное знакомство с объектом укрытия. Хотя самый первый раз я туда попал в конце 88-го года. A Csernobili katasztrófa után a sérült 4-es blokk köré egy méreteiben hatalmas fém és beton szerkezetet húztak, az úgynevezett szarkofágot. Ez a szarkofág volt hivatott arra, hogy mint egy védő pajzsként megakadályozza a radioaktív anyagok kijutását a sérült reaktorból. A szovjet vezetés egy hónapon át gondolkodott, hogy mit tegyenek a sérült reaktorral.
Végül 1986. május 26-án döntöttek arról, hogy a négyes blokkot egy monumentális vasbeton szerkezet mögé rejtik. 18 különböző verzió készült a szarkofágról, amelyekből végül 1986. augusztus 20-án fogadták el a végleges változatot. Előbb a falak építésével kezdték, amelyek elválasztották a négyes és a mellette található hármas reaktorokat egymástól. 60 méteres magasságban egy 165 tonnás keretet helyeztek el, amire 27 csövet fektettek rá. Végül erre a szerkezetre egy hatalmas fémtető került. Az objektum építéséhez összesen 7000 tonna fémszerkezetet és több mint 400 ezer köbméter betont használtak fel, mire 1986. november 30-án el nem készült a szerkezet. A szarkofág működésének idejét 30 évben határozták meg, vagyis a szavatossága 2016-ban járna le. A négyes reaktor körül ma nem is olyan magas a sugárzás. A műszerek 2-300 méterre a szarkofágtól, a nyílt terepen óránként 3-5 mikroszíver sugárzást mutatnak, vagyis a környezetben tapasztalható háttérsugárzás közel 30-szorosát. Bent a négyes blokkban a szarkofág vasbeton falai mögött az állapot olyan lehet, mint 25 évvel ezelőtt a baleset után. A hatóságok szerint azonban teljes mértékben ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet. Любой гражданин Украины, который захочет ознакомиться с ходом ликвидации последствий аварии, он имеет право поехать в зону и посмотреть своими глазами. Контроль за выбросами из объекта укрытия есть, ведется контроль за выбросами объекта укрытия. И он показывает, что сейчас, в тех условиях, которые есть, влияние объекта укрытия на окружающую среду минимально. Оно меньше, чем от нормально действующего атомного блока. Оно меньше, чем от нормально действующего атомного блока. Александр, маш веломенья вон эрол. Я-то сейчас могу говорить, потому что я не связан никакими обязательствами перед государством, пенсионер. Вот. Поэтому я со всей определенностью могу сказать, что на данный момент никто у нас не может сказать, сколько и где на объекте укрытия находится топливо и топливо содержащих масс. A valós problémát nem az atomerőmű környezetében található területek sugárzása jelenti, hiszen a tisztítás után ezt valóban sikerült a minimumra redukálni. A legfőbb gondot maga a szarkofág állapota jelenti, amiről Alexander is beszél. Többen is elmondták a magánbeszélgetéseink során, hogy a négyes blokkot valójában nem ellenőrzik megfelelően, a belsejében tapasztalható állapotokról pedig már több mint 10 éve nem volt kutatás. Это у нас контрфорсная стена. Это у нас запад. С севера каскадная стена. Три каскада. Смотровая площадка, куда нас возили, это с какой? Вот здесь. Это малая контрфорсная стена, северная. Это северные клюшки, малые. Это южные клюшки, вот это. Вот это называется собачья будка, собачий домик. Вот это кошачий домик. Alexander a Slavutichban működő Csernobili atomerőmű információs központjában mutatja be a szarkofágot. Ő maga jól ismeri a helyet, hiszen korábban, még mielőtt nyugdíjba vonult volna, többször járt bent. Есть еще внутри Досифеевская лестница. Я об этом узнал как в 88 году. Вот. И буквально в прошлом году только узнал, почему она так называется. Мне называли несколько версий. Там что-то монтажник какой-то там был, или начальник строителей, бригадир там и так далее. Оказывается, совсем таки нет. Был такой Досифей Степанович, ой, Досифей Щепков, отчество я не помню, но в книге о нем есть. Вот. Он специалист по строительным конструкциям, по стройматериалам, и, как Чечеров рассказывал, это практически ходячая энциклопедия. То есть он к нему обращался и спрашивал, а какой марки бетон использовали при строительстве объекта укрытия, то есть четвертого блока, вот тогда-то. И он ему рассказывал весь состав. Вплоть до нуклида, грубо говоря, до элемента, вернее. Вот. Так вот, эту лестницу делали, то есть он причастен к ней по его проектам, по его чертежам, по схемам. Вот. И он очень часто ей пользовался. А знаменит он был тем, что, уходя на блок, он один ходил, вот как раз в ту пору частенько ходили одни. Ну, их там было, в общем-то, на блоке много, ну, как много, ну, не было такого одиночества, как сейчас. Вот.
Он ходил один, но он всегда ходил с тормозочком. То есть он брал с собой сухой паёк на тот случай, что если его где-нибудь завалит. То есть реально человек понимал, что он идет в опасное место, он реально понимал, что он может где-то обвалиться или его завалить, но он также шел туда с глубокой уверенностью, что вот этих вот 2-3 бутербродов ему хватит на то, чтобы его нашли и спасли. То есть тут оптимизм вообще потрясающий у человека. Természetesen vannak más történetek is. Egy verzió szerint a szarkofágot azért nevezik szarkofágnak, mert halottak maradtak a vasbeton falak és a tetőfödém között. Valójában ez nem igaz. Hivatalosan egy ember maradt a szarkofág belsejében, Valerij Hodemchuk, aki a robbanás éjszakáján a cirkuláris szivattyúkat felügyelte. Holttestét a keresés ellenére sem találták meg soha. Вот это легкая кровля называется. Под ней трубный накат. Давай мы еще тоже снимем. Вот это у нас трубный накат называется. Его ложили на конструкцию самолета. Но она не снимается. То есть вот эти вот балочки, вот это, называется самолет. Из-за чего? А не знаю. Ну вот монтажники так назвали. Вот. После чего положили вот эти балки. Они называются вот эти B1, вот эти B2. Она у них неправильно лежит. Она вообще вот так лежит. Ну, как-то вот так. Вот это балка «Мамонт». Она уже большая. А вот под этой, вот это вот, балка «Осьминог». Почему? Очень это много названий. Ну, балка «Мамонт», потому что она здоровая. Ну, вообще, будка собачья. Ну, может, строители так, монтажники. Строители, да, монтажники так называли. Ну, я не знаю, почему так делали. ИЧС, почему? Это штатное использование. Этих, да. Балка «Мамонт», она так и называется. Балка «Мамонт». Контрольная комната где находится? Контрольная комната. А, это блочный щит управления? Да. Тю, минуточку. Он... Вот у нас блок, блок ВСРО и блочный щит, сейчас третий там, ну где-то примерно вот тут вот, ну только на, ниже туда, на отметках. Это называется блок В, то есть тут вентиляционный блок вот это, а это уже третий блок пошел, то есть вентиляционная система была общая на два блока. Вентруба одна. И меня всегда интересовал вопрос, неужели находится блок, четвертый блок аварийный, и совсем рядом работают люди на третьем блоке, который там до 2000 года работал. И... Ничего страшного. Его дезактивировали до вполне приемлемых уровней, то есть до дневной дозы порядка 20 миллибар в день, потом 10. Нормальный для действующей станции нормальный уровень. То есть его очень хорошо мыли. Alexander magabiztossága nem véletlen. Még a múzeumi makettet is helyreigazítja, hiszen azon kevesek közé tartozik, akik jártak a szarkofágban. Меня как дозиметриста подмывало, ну вот же рядом тут за стенкой эпицентр. Хоть глазком взглянуть, ну интересно же, а еще с приборчиком померить эти поля сумасшедшие. То есть почувствовать, как это. Az interjú elején kikötötte, csak két dologról nem kérdezhetjük. Hányszor és mikor járt bent pontosan? Minden bizonnyal azért, mert nem akar kellemetlenséget okozni azoknak, akik segítették. Что Валера, что мной потом двигало желание узнать, сфотографировать, запечатлеть, потому что эта информация... Но она всегда была востребована, она и будет востребована. То есть вы много раз были? Я не считал, честно скажу. Каждый раз вы ходили вдвоем с кем-то? Ну, по-разному. В последнее время, когда это была возможность делать такие походы, мы ходили вдвоем с Кошелевым. Ну, мы и раньше, за правило, один никогда не ходил. Ну, из-за безопасности? Конечно, конечно. Плюс сам себя чувствуешь уверенее,
Даже если товарищ вот в центральном зале, мы с ним расходимся по разным сторонам и не видим друг друга. Но я знаю, что он там. Если мне потребуется помощь, я крикну, он придет. И, ну и наоборот, естественно. А когда ты там один, хоть заорись. Если где-то оступился и упал, там и останешься. Поэтому по одному никогда не ходил. Показать примерно, где вы? Заходили примерно вот тут вот есть, как ее называют, смотровой площадкой под балкой «Мамонт», под опоры. Она, правда, тут немножечко не там стоит, но неважно. Вот. А потом вот по этим завалам, тут завалы, и сюда в зал спускаешься. Вот. Ну, это, я так понимаю, только примерная картина? Ну, конечно, конечно. Это очень упрощенное вот это, очень упрощенное. То есть там везде обломки лежат? Свинец, болванки свинца валяются, парашюты, которые сбрасывали с песком, все там навалено. Хаос строительный, короче. Íme a felvételek és a hely, amiről Alexander beszélt. Ritka, egyedi videó, amit filmünk számára kaptunk meg magától, a szerzőtől. A videó jó minőségű, bár tele van a kép apró pöttyökkel. A radioaktivitás által a digitális szenzoron hagyott nyomokkal. Közben végig szól egy csipogó hang, mely a doziméteres gyűjtő el nem halkuló, figyelmeztető hangja. Собственно, здесь верхние отметки развал, как мы это называем, развал центрального зала. А это вот эти вот из радиации белые палки? Этап, белые точечки – это следы радиационного излучения. Пищит дозиметр. Сам по себе страх – это нормальное человеческое явление. Страха такого, что не пойти, не было. Скорее был страх неизвестности. Мы всегда боимся. Человек боится всего, чего он не знает и что ему неизвестно. Ugyanilyen elhivatottságról számolt be a többi interjú alanyunk is. Félelem nem volt bennük, annak ellenére, hogy pontosan tudták, hol dolgoznak, és ezáltal mire vállalkoznak. Tudták, mivel állnak szemben, és sokan közülük nem egyszer temették már el Csernobil miatt a barátaikat, kollégáikat. Да, конечно, я работал на Чернобыльской атомной, ездил. Нет, этого мне сейчас не страшно, и не было страшно. Вот это кусочек ТВС, тепловыделяющей сборки. Ну, вот какой хаос там, строительные конструкции, железяки. Вот еще один кусок ТВС-ки с технологическим каналом. И графитовый блок тут рядом валяется. Вот графитовые блоки из реактора. И все это в полнейшем хаосе в зале лежит. А ведь собираются разбирать. Но чтобы разбирать, надо знать, что где лежит. Вот это то самое топливо, одно из открытых разведанных мест, где топливо. Но это ничтожное количество по сравнению с тем, что вообще где-то лежит. И оно потихонечку разрушается, вот, крошится. Я себя как бы ощущал первооткрывателем, исследователем и... Еще раз повторяю. Страха, который бы не позволил мне туда пойти, у меня не было. То есть какие-то опасения, наверное, были, честно говоря, страх уже, честно, не было. Интерес увидеть своими глазами перебарывает все. И, честно говоря, я вам скажу, что в конце концов по-хорошему заболеваешь объектом укрытия. Он тянет, манит. A szarkofágot bejáró első kutatók hozzáállása rendkívül felelőtlen volt. Feladataik elvégzése és a mérések során levették speciális ólomruháikat, amely megvédte őket a magas sugárzástól, és a bejáratnál hagyták azokat. A ruha akadályozta őket a mozgásban, és nehéz volt benne dolgozni. Ellentmondásos dolog ez, főleg ha tudjuk, hogy ezek az emberek értettek a legjobban az atomenergiához. Ходили, фотографировали просто как бы для себя или еще измеряли каждый кусочек? Рук для дозиметрических приборов рук не хватает. У меня в одной руке фотоаппарат, в другой вспышка. То ну есть... а там дозиметр, звук был дозиметра? А это персональные дозиметры, и мы их использовали чисто как сигнальные. То есть устанавливались на определенные уровни, на разные уровни срабатывания и
уже, если он начинает срабатывать, ты уже имеешь представление, в каком поле находишься. Начинает верещать, более часто пищать, значит, уровень выше. A katasztrófa után a szarkofág első látogatói, neves orosz és ukrán tudósok is a biztonsági előírások megkerülésével dolgoztak. Még a saját gyűjtődozimétereiket is levették, mielőtt bementek. A sugárzást inkább csak magukban számolták, az eltöltött idő alapján. Ha a gyűjtődoziméter túl sok sugárzást regisztrált volna, többet nem mehettek volna be. Ezeknek az embereknek fontosabbá vált a munkájuk és a katasztrófa megfékezése érdekében tett erőfeszítéseik, mint a tulajdon életük. С удовольствием бы сходил, если была возможность, но для меня, к сожалению, а вообще очень правильно сделали, что где-то за последние, по-моему, года 4 или 5 даже провели несколько операций по ликвидации несанкционированных проходов в объект укрытия. И сейчас практически, как это говорят, партизанским способом нельзя проникнуть. Вот. Хорошо, потому что любопытных дурачков всегда хватает. Но у них нет такой возможности. Volt valami a filmfelvételeken, ami hirtelen felkeltette az érdeklődésünket. A reaktor géptermébe zavartalanul bejutó fénynyalábok. Alexander látszólag inkább kerülte a témát, és csak nagyon tömör válaszokban kommentált. Это свет. Это боковые щели. Это нормально. То есть откуда свет падает? С улицы. То есть как это понимать? Там дырки, щели есть, которые. Ну да. Az atomerőmű vezetése szerint azonban nincs mitől tartani. Elvben megtettek mindent az ellen, hogy a radioaktív por a környezetbe jusson. 1988 végén, 89 elején egy különleges portalanító rendszert építettek be a csöves fedőtető alatt a reaktor gépterme fölé. Az egész szerkezet egy tűzoltó rendszerhez hasonlít, amely bizonyos időközönként speciális folyadékkeveréket fecskendez ki magából. Ez a folyadék akadályozza meg azt, hogy a radioaktív részecskék felszálljanak. Nyáron gyakrabban lép működésbe a szerkezet, télen ritkábban. Mivel az 1986-ban épített szarkofág üzemi ideje 2016-ban lejár, egy új szerkezet építésébe kezdtek 2010-ben. Ennek az új szerkezetnek már évekkel ezelőtt készen kellett volna lennie, azonban a rendelkezésre álló kevés forrás és a szervezetlenség miatt mégsem készült el. Ráadásul az a pénz, amit erre a célra fordítottak volna, szépen lassan elfojdogált. К сожалению большому, это все было, понимаете, все эти средства, которые выделялись, они были бесконтрольные. Учитывая то, что менялись правительства десятки раз, учитывая, что президенты приходили, на Украине я имею в виду, бесконтрольность на Украине. A francia Novarca vállalat által építendő új szarkofág méreteiben még monumentálisabb lesz, mint az eddigi. 110 méteres magasságával még a szabadságszobor is elférne alatta. Az új objektum építéséhez 2010-ben már előkészítették a terepet, és az építési területekhez kiépítették a vasutat és az autóutat. Az új szerkezetet egy a 4-es reaktor melletti területen fogják összeszerelni, majd miután elkészült, sineken tolják rá a meglévő szarkofágra. A csernobili atomerőmű jellegzetes szellőző csöve, amely alapján világszerte azonosítják az atomerőművet, szétszerelésre kerül és örökre eltűnik valamelyik nukleáris hulladéklerakóban. A 29 ezer tonnás szerkezet a tervek szerint a következő 100 évre megoldja majd a csernobili problémákat. Nem juthat be sem hó, sem víz, bentről pedig nem juthat ki a radioaktivitás. Az atomerőmű volt dolgozói, akik a 4-es blokkon dolgoztak, köztük Alexander és apja Valeri is, azonban szkeptikusak. Szerintük az új szarkofág csak elhalasztja a problémák megoldását, miközben a több százmillió eurós költséggel felépülő új szarkofág nem éppen költséghatékony megoldás. Что бы ни делали, даже после возведения арки, он все равно останется опасным объектом. Потому что арка это что? Это вот сверху оболочечка и все. А объект как был внутри, он так и останется. И никто с ним ничего не делает, никто его не исследует. 10 лет уже как прекратились какие-либо исследования внутри объекта укрытия. До 99 года или 2000-го проводились периодические исследования, и фильтры ставили, и за строительными конструкциями следили тщательнейшим образом, за отклонение регулярно шел мониторинг
Часто этого ничего нет. Alexander 21 éve dolgozott a csernobili atomerőműben, és közben többször járt a katasztrófa központjában, a 4-es reaktorban, ahol a rendkívül magas radioaktivitás miatt akár egy óra alatt halálos sugárdózist kaphatott volna. Így természetesen adódott a kérdés. Здоровье моё, я всегда отвечаю, что мои болячки, которые есть, у кого их нет, собственно говоря, соответствует среднестатистическому мужчине 50 лет моего возраста. То есть у меня нет каких-либо, ну, по крайней мере, пока, специфических заболеваний, которые бы я хотел связать с работой в объекте укрытия. Még mindig a baleset ликвидаласának a folyamatában állunk. 25 éve ликвидаljuk már. A fiam, az unokám és az ükunokáim is likvidálni fogják, és ez mindaddig folytatódik majd, amíg fel nem bomlik a stroncium, cézium és plutónium, mondta egyik alkalommal Valerij Kupnij. Ezek az anyagok teljes mértékben több ezer év múlva bomlanak majd fel, tehát a Kupnij család még nemzedékeken keresztül likvidálhat. Az 1970-ben alapított Pripyat városának építése a csernobili atomerőmű építésével párhuzamosan haladt. A 80-as évekre közel 50 ezer lakót számlált. Jól kiépített infrastruktúrával és városi intézményekkel rendelkezett. A jövő városának szánták a Szovjetunió legnagyobb erőművének szánt csernobili atomerőmű mellé. Különleges státusza volt, és ebből eredően a város vezetése és Pripyat lakói szinte mindent megkaptak, ami a Szovjetunió többi részén hiánycikknek számított. Pripyat lakossági élelmiszerellátása a párt káderi létesítményeivel vetekedett, modern, bevásárlókocsis élelmiszerboltokkal és a gazdag választékban bővelkedő üzletek kirakataival valóban egy mintaváros képét keltette. Мы, наведываясь по служебным делам в Чернобыль, ездили и в Припять. Припять – это молодой на то время городок был, 16 лет всего лишь было. Но снабжение было очень исключительное. Если в Киеве, в столице Советской Украины, было уже практически талонная система, когда некоторые продукты питания невозможно свободно было купить в магазине, то в Припяти было достаточно по сравнению с Киевом дефицитов не было. Поэтому мы часто ездили и видели, какой это прекрасный город. Это один из прекраснейших городов Украины. A várost eredetileg 78 ezer főre tervezték, és ezt könnyen elérhette volna a következő 15 évben. Pripyat lakosságának növekedése minden évben meghaladta az 1500 főt. Évente 800 születést regisztráltak, és még közel annyian érkeztek állandó lakhatásra. Pripyat egy modern, fiatal város volt, ahol az emberek szerettek élni. Я встречаюсь с очень многими людьми, и на сегодняшний день получается, что вот возле Чернобыльской атомной существовал какой-то серый, незаметный, неприметный городишко Припять, чуть ли не какой-то вахтовый поселок, где жили совершенно серые, неприметные люди, и жили они там вроде бы только для того, чтобы в 86-м году сотворить величайшую в мире катастрофу. На самом деле это было не так. У нас был очень яркий, очень молодой, 26 лет был средний возраст жителей города Припяти. Город, в котором талантливейшие люди жили. Мы проводили потрясающее время. У нас рядом был лес, рядом была речка. В речке полно рыбы, в лесу полно грибов, можно было их косить буквально косой. Это я не преувеличиваю, это действительно было так. И вот этот город мы потеряли. A Csernobili katasztrófa után az atomerőműtől 4 kilométerre lévő Pripyat sorsa megpecsételődött. A városban mért sugárzás a balesetet követő első órákban olyan magas volt, hogy a szakemberek azt gondolták, hogy meghibásodtak a műszerek. Éppen ezért a városvezetés és a Pripyatba rendelt pártbizottság egy napig vonakodott az evakuálási parancs kiadásával. A város kommunikációját teljesen elvágták, a kivezető utakat lezárták, hogy ne jusson ki semmiféle információ. A helyzet azonban egyre kritikusabbra fordult, és a katasztrófa másnapján, április 27-én a várost
kiürítették. Слухи ходили, потом я встретил людей из милиции, друзей своих. Они сказали, что готовится, это уже на следующий день, в воскресенье утром. Сказали, что готовится эвакуация, уже стоят несколько сотен автобусов за чертой города, готовые вывозить нас. И подогнали на станцию Янов, это станция, которая была возле Славутича, возле Припяти, виноват. Подогнали составы пассажирские, и где-то в районе там 2 часов решает, комиссия приехала из Москвы, и они решают, проводить эвакуацию или не проводить эвакуацию. И вот где-то в районе 12, наверное, после 12 начали по радиоточке объявления. Предлагали взять с собой документы, продуктов на 3 дня, на 3 суток, ну и самые необходимые вещи. То есть нас вывозили вроде бы как на пикник. Хотя я понимал тогда уже, что вывести город на пикник – это несколько широкий жест для нашего государства. Ну, в общем-то, так и оказалось. Figyelem, figyelem! Tisztelt elvtársak! A Népképviselők Országos Tanácsa értesíti Önöket, hogy a csernobili atomerőműben történt baleset miatt Pripyat városában kedvezőtlen sugárzási helyzet alakult ki. Szólt a Pripyati Rádióban április 27-én, 13 óra 10 perckor az üzenet, amelyet már sokan vártak megbújva a lakásaikban. 2 napig teljes hírzállat volt, miközben a városon úrrá lettek az ijesztőbbnél ijesztőbb pletykák. A hivatalos üzenet azonban csak ideiglenes evakuálásról szólt, és nehéz volt eldönteni, hogy a lakók miből mennyit vigyenek, vagy mi legyen a házi állatokkal. A szovjet és a pártszervek, katonai alakulatok már dolgoznak a szükséges intézkedéseken, azonban ahhoz, hogy biztonságot biztosítsunk az emberek számára, elsősorban a gyerekeknek, ideiglenes evakuálásra van szükség a Kijevi megye legközelebbi településeire. Csak a legszükségesebb holmikat ajánlatos vinni, személyes iratokat és némi élelmiszert, folytatódott a rádió üzenet. Жена сказала, зачем, было очень тепло, было тепло, как летом уже, просто такая летняя погода. Я говорю, она говорит, зачем мы через 3 дня вернемся, зачем ты куртки берешь? Я говорю, ну вернемся, вернемся, куртки привезем. Az evakuálás ijesztően hangzott, sokakban a 40 évvel azelőtt átélt világháború képét idézte fel. A rossz érzés csak erősödött, amikor Pripyat lakói megpillantották a végtelen sorban érkező több mint 1000 buszt. Sokan nem várták meg az evakuálást, és családjaikkal együtt a lezárt utak kikerülésével az erdőn keresztül jutottak ki a városból. A leolvadt kérgű, súlyosan szennyezett, haldokló erdőn át haladva kapták meg ezek az emberek a legmagasabb sugárdózist. Когда вот это мы нас уже повезли, это шла вереница огромная, вереница автобусов. Один за одним, один за одним, один за одним мы ехали через села, стояли люди, плакали. У них было ощущение, что началась война или что-то в этом роде, и это отступающая там типа армия. Вот. И нас везли по этим селам, ну где-то за 15-километровую зону, их потом эти села тоже выселяли, куда нас эвакуировали вначале, их потом выселили, там сейчас зона. И распределяли по семьям, мы попали в прекрасную семью к 2 хозяйкам, если они живы, там, дай им Бог здоровья, конечно. И были там, пока они объявили, что нам можно покидать зону эвакуации. Вот мы там. Никакой информации, никакой, ничего, нигде. Абсолютно. В телевизоре песни, танцы, фильмы, ну как обычно. Április 27-én, vasárnap 14 órakor a lakóházakhoz autóbuszok érkeztek. Minden egyes lépcsőházhoz egy-egy rendőrt jelöltek ki, akik az evakuálást vezették. A rendőrök kezében addigra már ott volt a komplett kiürítési terv, és tudták azt is, melyik buszt melyik településre kell küldeni. Amikor pedig az adóvevőkön jött a jel, a buszok tömege egyszerre hagyta el a várost. 16 óra 30 percre az evakuálás befejeződött, és a város kiürítése megtörtént. Az evakuálás hatalmas logisztikai teljesítmény volt a város vezetésétől. A meghozott döntés után kevesebb mint 24 óra alatt közel 50 ezer embert evakuáltak és szállították őket ideiglenes lakóhelyekre. Я приехал на строительство города 23 марта 1987 года. То есть здесь 24 года, из них 21 мэром.
После аварии Припять была отселена. Это 54 тысячи жителей. В разные регионы, но огромная большая часть работников Чернобыльской станции особенно была переселена в город Киев. Город был потерян для цивилизации. Город мертвый сегодня. 1 мая мы уехали оттуда. 1 мая мы из Киева взяли билеты. Без очереди нас пропускали везде. Только стоило сказать, что я из Чернобыля, из Припяти. Вот, без очереди. Припять a katasztrófa utáni első hónapokban olyanná vált, mint egy konzervált állapotban lévő rezervátum. A járdák mentén rendezett módon virágok nőttek, a boltok kirakataiban még ott volt minden áru, a vitrinek még esténként is világítottak, és hosszú időn keresztül még a közlekedési lámpák is működtek. Csak hogy az utakról hiányoztak az autók, és egyetlen egy járókelőt sem lehetett látni. Potom ja popal v Pripyat, samolazom nocsiu, уже месяца два спустя попал в свою квартиру, и вот тогда я только понял, что это все. Pripyat ma üres és kihalt. Az elkövetkező években a lakásokba betörtek a fosztogatók, a boltokat pedig kirabolták. Minden mozdíthatót elvittek, nem törődve azzal, hogy mennyi sugárzást gyűjtött össze addigra a város. Sokan ma is elvisznek egy-egy tárgyat Pripyatból, emlékgyanánt, amelyet az emberek nagy árat fizethetnek a további életük során. A várost már a sűrűn benőtték a fák, az utakat feltörte a növényzet, eltűntek a virágágyások, és itt-ott kidőltek a villanypóznák. Lenin pártja, a nép ereje a kommunizmus végső győzelméhez vezet minket. Olvasható plakátokon Pripyat szerte. Az épületeket vörös csillagok, salló és kalapács emblémája, a házak tetején pedig a szovjet tagköztársaságok címerei láthatók. Pripyat ma talán az utolsó hely a Földön, ahol külsőleg megőrződött egy kicsiny Szovjetunió. Annak a 80-as évekbeli állapotában. A város növényzettel benőtt fő sétálóútján még mindig láthatóak a május 1-jei ünnepségre tett előkészületek nyomai. A sétáló utca a művészetek palotája és a szálloda mögötti vidám parkhoz vezet. A berozsdásodott megkopott óriáskereket, vagy az egy kupacban álló dodzsemeket soha nem használta senki. Az 1986-ban épített vidám park május 1-jén nyílt volna meg. És ezt az eseményt több mint 17 ezer pripyatyi gyerek várta. Pripyat eltűnt a térképekről, de a csernobili atomerőműnek tovább kellett működnie. Az erőműben több mint 10 ezer ember dolgozott, az ő és a családjaik számára meg kellett teremteni a megfelelő életkörülményeket, nem messze a reaktoroktól. Было принято решение о возобновлении эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции. Естественно, возобновить эксплуатацию надо было рассматривать вопрос о коллективе станции и его проживании. Рассматривались очень много вариантов и пришли к одному, что надо строить новый город для коллектива Чернобыльской атомной электростанции. Néhány hónappal a baleset után, 1986. augusztus 13-án egy operatív csoport létesült azért, hogy megtalálják a legoptimálisabb helyet az újváros számára. A kiválasztásnál három fő szempont játszott szerepet. Az újváros legfeljebb egy órányira legyen az atomerőműtől, legyen vasúti vagy közúti összeköttetés Csernobillal, és ne legyen sugárszennyezett terület. Így esett a választás a Csernyigovi megye Nyedáncsics régiójára, és 1986. októberében a kérdés eldőlt. Ekkor szerepelt először név szerint az újváros a dokumentumokban. Slavutich. Начали выбирать площадок, 5 площадок было. 3 из них в сторону Киева, но с учетом возможности наноса радиоактивных частиц Припяти, речки Припяти, реки, то рассмотрели следующие варианты уйти в сторону Черниговской области. Черниговская область со всех была наименее загрязнена, и поэтому было принято решение, плюс еще и была железная дорога, и было принято решение рассмотреть эти площадки. Первая площадка – это село Неданчичи в районе Днепра, то есть, чтобы было так, как Припять, Припять на Припяти, а Славутич на Днепре. И решение о строительстве города было принято 14 октября 1988
1986 года. Ahogy annak idején 1970-ben Pripyatyot, úgy az új várost is a semmiből építették fel. Az ismerős képlet szerint a legmodernebb mérnöki megoldásokkal. A csernobili atomerőmű számára egy újabb jövővárosát hozták létre. A Szovjetunió 15 tagországa közül 8 ország vett részt a város felépítésében, és rekordidő alatt mindössze másfél éven belül sikerült a várost felépíteni. 1986. decemberében indultak az építkezések, és 1988. március 26-án már beköltözhettek a város első lakói. Это город настоящего интернационализма, неподдельного, не какого-то политического. Город строился официально 8 республиками Союза, но в каждом комплексе Минэнерго были представители и многих других республик. Например, Беларуси не было в строительстве города, но Минск они строили, а энергетики Беларуси строили Минск. И так и город сейчас, это Прибалтика, Таллинский квартал, Рыжский квартал, Вильнюсский квартал, Закавказье, Ереванский, Бакинский, Тбилисский, Киевский квартал, Московский квартал, все, это вся география. И это было лучшее проектное решение на то время. Конечно, сегодня они отстают, но мы, сегодня у нас абсолютная... задача модернизировать во всем город Славутич. Vladimir Udovicsenko a kezdetektől irányítja a várost. Immár 21 éve Славутич első és ezidáig egyetlen polgármestereként áll a település élén. Nagyon tevékeny ember, aki már nem tudja elképzelni az életét Славутич nélkül. Az asztalán papírtömbök tucatjai hevernek. Hogyan fogják átformálni a várost a következő években? Új parkok, emlékművek és szökőkutak tervei. Irodája ajtaján egy feltűnő felirat lóg. Köszönöm, hogy ukránul beszél hozzám. Egy ilyen országban, ahol még mindig vitákat gerjeszt az orosz és az ukrán nyelv helyzete, figyelemre méltó kívánság ez. Когда был первый закон еще в прошлой стране о местном самоуправлении, и с той поры я сначала был один термин, один срок председателем городского совета, и потом 94-й, 98-й, 2002-й, 2006-й и 2010-й избирался прямым голосованием всей территориальной громады. Во время катастрофы я поэтому и попал на Славутич. У меня хорошая была карьера строительная. Я был главным инженером Треста, самым молодым в Украине. И тогда партия занималась кадровой политикой. И я был направлен в высшую партийную школу на стационар. Такой порядочек был. И из стационара высшей партийной школы меня попросили поехать на строительство города Славутича. И я с семьей, ну сначала без семьи, год без семьи, дал согласие и приехал на строительство города. Потом и семья переехала, вся семья моя, жена с Киева переехала в Славутич. Nyilvánvalóan kérdés, hogy Славутич területét mennyire érintette a sugárszennyezés, hiszen a város csupán 50 kilométerre található a csernobili atomerőműtől és 20 kilométerre a zóna határától. A KGB jelentései ebben a tekintetben igen képlékenyek. A Славутич számára kiválasztott hely tisztább, mint a többi vizsgált terület, de konkrét számokat nem említenek. Az azonban nem jelent jót, hogy a várost a logisztikai szempontok figyelembevétele miatt közel építették a meglévő vasúti pályákhoz. A csernobili atomerőmű balesetét követő mentési munkálatok alatt az itt elhaladó vonatok radioaktív nyomot húztak maguk után, ami szennyezetté tette a vasúti pályák környékét. A Славутичи területek bejárásakor stábunk folyamatosan mérte a sugárzást, de a mutatók alacsonyabb értékeket jeleztek, mint Kijevben. Azt a sugárzást, amit ezek a területek kaptak, valószínűleg a Славутич körül elterülő erdők fogták fel. A polgármester szerint Славутичban élni ma kevesebb veszéllyel jár, mint az ukrán fővárosban, Kijevben. A felső talajrétegeket a város felépítése után kicserélték, sőt, még a fák kérgét is eltávolították, ha sugárzást jeleztek a mérőeszközök. Славутич входит четвертой зоны
четвертая зона – это зона повышенного радиоэкологического контроля. Ну, эти населенные пункты, подобные Славутичу, вокруг города Киева все имеют этот статус четвертой зоны. Но Киев не попал, потому что ну, Киев – это очень многомиллионовое, поэтому не попал. А сейчас есть поручение для того, чтобы пересматривать эти зоны, потому что объективно эти территории они не должны иметь никаких ограничений. Славутичот két lépcsőben tervezték felépíteni. Előbb 23 000 főt költöztettek be, majd a lakók számát növelve további 7 000 fő lakhatását akarták lehetővé tenni. Pripyat kiürítése után ide költöztek az atomváros korábbi lakói és az erőmű dolgozói. A csernobili atomerőmű 11 000 dolgozója közül 9 000-en minden nap Slavutichból jártak be dolgozni a munkahelyükre. Szolgálati buszokkal vitték őket a legrövidebb úton a Belarus határon át. A város bővítése azonban soha nem következhetett be. 2000-ben a csernobili atomerőmű végleg bezárt, és a város lakosságának nagy része munkanélküli lett. Slavutichot a csernobili atomerőmű kiszolgálására hozták létre, így annak megszűnése után a város mind gazdasági, mind szociodemográfiai szempontból zsákutcába került. Мы жили вообще последние 10 лет, ну где-то так, наверное, вот после катастрофы, да, последнее перед закрытием. Мы жили как постоянно как на пороховой бочке. Нас постоянно, вы представьте себе, коллектив ядерного объекта постоянно. Сегодня закрывают, завтра передумали. Послезавтра опять закрывают, опять передумали. Ну, это, конечно, не добавляло оптимизма. Мы занимаемся энергосбережением с учетом закрытия Чернобыльской станции. Вот можете себе представить, после закрытия станции нам удалось за это время в два раза сократить потребление газа. 41 миллион кубометров был и сейчас 22. В два раза. Это огромное завоевание. A 2000-ben bezárt atomerőműben jelenleg közel 4000-en dolgoznak, ebből 3400 ember Slavutichi lakos. Az évek előre haladtával az ő számuk is csökkenni fog. Az erőmű bezárása a várost lehetetlen helyzetbe hozta. Slavutich bevételei drasztikusan lecsökkentek. A város felnőtt munkaképes lakosságának a kétharmada munkanélkülivé vált. Az első két évben munkát keresve sokan elhagyták a várost. Elvándorló lakossággal, hatalmas munkanélküliséggel és gyakorlatilag kilátások nélkül a város lassú pusztulásra volt ítélve. Azonban nem így lett. A város polgármesterének vezetésével Slavutich új erőre kapott. Udovicsenkónak sikerült új befektetőket vonzania a városba, és teljesen megváltoztatnia a település gazdasági környezetét. Mi очень большую работу провели в этом направлении. Создан уникальный организационно-экономический механизм развития бизнеса, малого, среднего предпринимательства. Это очень важно. У нас работает инфраструктура, которую надо поискать. Она лучшая в Украине сегодня. Это агентство по развитию бизнеса, это бизнес-инкубатор, это фонд микрокредитования. У нас была одна из успешных моделей свободной экономической зоны. A városvezetés gazdaságélénkítő intézkedéseinek köszönhetően az életszínvonal újra gyorsan emelkedni kezdett, miközben a munkanélküliség lecsökkent 1,6%-ra, ami példanélkül álló egész Ukrajnában. Slavutichban jelenleg több mint 900 vállalat működik. 2010-ben 125 millió hrivnyát, vagyis több mint 11 millió eurót kerestek a város lakói. Ugyanannyit, mint az egész Csernyigovi megyében és a 300 ezres megyeszékhelyen, Csernyigovban együtt. Az egyfőre számított befektetések összege Slavutichban meghaladta a 691 eurót, miközben az ukrán átlag 70 euró. Az ukrán fővárosban, Kijevben pedig 458 euró. 2000 előtt a város gazdaságának 99,7%-a az energia előállításában merült ki, miközben az élelmiszeripar 0,2%, a könnyűipar pedig 0,1%-ban részesült csupán. 6 évvel később Slavutich gazdasági diagramja kiemelkedő változatosságot mutat. Fémipar, vegyipar, papíripar, könnyűipar, összesen több mint 15 különböző szektor erősíti a város gazdasági életét. Сегодня Slavutich, ну, безработица, если говорить, это на уровне 1,6%. Есть проблемы по молодежи, я стараюсь лично заниматься этими проблемами и помогать молодежи получить свое первое рабочее место. Slavutichot mérnöki pontossággal tervezték meg a korszovjet építészei. A város szerkezete egy markáns központi részből áll,
amelyet lakónegyedek vesznek körbe. A város szíve a főtér, amelyen különböző középületek helyezkednek el, úgy mint a polgármesteri hivatal, iskolák, a művészetek háza, múzeumok, élelmiszerboltok, a városi televízió és az éttermek. Mivel a várost 8 szovjet tagköztársaság építette, minden egyes városnegyed valamelyik tagköztársaság építészetének nyomait hordozza magán, és az építő tagország nevét viseli. 1986-ban a szovjet tagköztársaságok saját forrásaikból építkeztek, és ennek megfelelően szabad kezet kaptak, ami építészeti szempontból sokszínűséget kölcsönöz a városnak. Mások az építészeti megoldásaik és mások a hagyományaik is. Egyes negyedek társasházakra hasonlítanak, mások a szocialista panel építészet unalmas háztömbjeiből állnak. Kísértetiesen hasonlít ez a szerkezet egy másik, szintén mérnöki pontossággal létrehozott városra, Pripyatra, amely 1986-ban örökre eltűnt Ukrajna térképeiről. Малые города – это города, комфортные для жизни. Здесь комфорт, здесь все для детей есть. Вы только сможете посмотреть, причем география 10 минут, и школа искусств, и дом детского творчества, и стадионы, и фоки, и бассейны, и центры изучения, и библиотечно-информационные центры. Здесь, причем за 10 минут, если брать в Киев, то чтобы ребенка повести на какое-то обучение, это уже проблема, это время. А дефицит времени – это самый главный дефицит, который есть у человека. Славутичбан позитивкеп фогадья а látogatókat. Pezseg az élet, a város főterein a lakók élvezik a jó időt, a főtéren babakocsikat tologató fiatal anyák sétálnak. Nem egészen az a látvány, amit a csernobili zóna szomszédságában fekvő és az erőmű bezárása által halmozottan sújtott atomvárostól várni lehet. Az emberek szemmel láthatóan jól érzik itt magukat. Ez a žurnál Focus, on provodit исследование 55 лучших городов для жизни в Украине. Город Славутич 10-е место. Ну, с учетом того, что он маленький городок, 10-е место. Но если говорить о качестве жизни, то таких городов надо поискать и у вас. Я думаю, что их очень мало. И Славутич есть. Славутич состоялся. Славутич тиста и гондозот város látszatát ébreszti a látogatóban. A statisztikái szerint pedig gyakorlatilag hiányzik belőle a bűnözés. Ukrajna legfiatalabb városa ez, ahol a lakosság egyharmada gyermekekből áll. Az átlag életkor itt kevesebb, mint 35 év. Hasonló, mint annak idején Pripyatban volt. A születések száma pedig 2,2-szeresével meghaladja a halálozások számát. Slavutich szorosan összefonódott a várost irányító polgármester Vladimir Udovicsenko személyével. A csernobili katasztrófa által létrejött kényszerű életkörülményektől együtt haladtak a fejlődés útján, majd együtt élték át a legmélyebb válságot, amikor már úgy tűnt, hogy minden elveszett. A polgármester akkor egy süllyedő hajó kapitányához hasonlította magát, aki utolsóként hagyja el hajója fedélzetét, de addig is mindent megtesz a hajó és utasainak megmentése érdekében. A város valóban megmenekült, és töretlenül folytatja a fejlődését. Fent északon, az ukrán-belarusz határnál, 20 kilométerre a csernobili zónától. Я хотел когда-то обязательно выпустить книгу и назвать ее книгу «Город моей мечты». Но, к сожалению, я книгу выпустил, но назвал ее «Место моей доли», «Город моей судьбы», а не «Мечты», потому что до мечты еще далеко, я, сколько будет сил и энергии, я буду идти к этой мечте. Я считаю, ну, здесь это мое мнение, я думаю, не только мое, альтернативы в настоящее время атомной энергетики пока, к сожалению, нет. Может, в далеком каком-то будущем что-то появится более совершенное. Вот. Ну, а от катастрофы никто не застрахован. Да, даже в той же маленькой Франции 50 реакторов. Ну, и не собираются не уменьшать это, потому что как... Энергетика, без нее жизни сейчас нельзя представить. Я просто считаю, что это неизбежность, к сожалению, для человечества. Хотя оно,
по сути, не достигло понимания степени опасности. И сами аварии на Чернобыле и на Фукусиме как раз и говорят о том, что мы еще не совсем доросли до понимания, как надо обращаться с такими опасными объектами. То есть, в принципе, если бы люди были более умными, более всесторонними, то, наверное, можно разработать системы, которые бы обезопасили от таких аварий. Эти аварии достаточно элементарны, если посмотреть со стороны на эти вещи. То есть получается как? На Чернобыле все занимались реакторами, но не думали о том, насколько опасны эксперименты. На Фукусиме считали, что они сделали очень хороший реактор, лучше, чем чернобыльский, но совершенно не подумали о том, где располагать станцию, какой уровень защиты должен быть, и в случае все-таки, если аварии, то какие системы должны обеспечить ее безопасность. Вот это все провалено. Это полностью человеческий фактор, а не стихия. Стихия будет и дальше. Может, еще посерьезнее. Как гражданская позиция гражданина этой страны, к сожалению, нет альтернативы атомной энергетики. Почему? Потому что нам с вами надо очень много электроэнергии. И каждое повышение уровня жизни, прежде всего, это влечет к увеличению потребления электроэнергии. Не ветровая энергетика, не гидроэлектростанции, не солнечные батареи, не тепловые с углем более 1000 метров, они не могут сегодня быть альтернативой атомной энергетики. А в природе есть уран, есть все для того, чтобы обеспечить производство электроэнергии. Это с одной стороны. Поэтому здесь прагматично надо подходить. Если сейчас просто так пойти на путь уничтожения атомной энергетики, отказ от нее, то это огромные проблемы для человеческой жизни. Это огромные проблемы. Поэтому, скорее всего, надо искать ответы на вопросы с учетом Чернобыля и с учетом Фукусимы, объединять мир и искать, конечно, искать новые источники электроэнергии. Но это десятки лет. А сейчас все сделать для того, чтобы обеспечить безопасность атомной энергетики. Не допустить больше подобного. Не допустить с учетом природного состояния, с учетом сейсмических явлений, других природных катаклизмов, не технических, технологических проблем. Все сделать, чтобы перестраховаться несколько раз и не допустить подобных трагедий. Я думаю, что это рациональный и один из немногих путей развития. Thank you.
Thank you.